Így néz ki lassítva egy molotov koktél robbanása. Ez az egyik legegyszerűbben elkészíthető fegyver, ilyennel támadt rá a korábbi felesége új élettársára a dombovári férfi. Babettával érkezett az áldozat nyaralójához, a meggyújtott rongyal lezárt benzinnel teli üveget pedig a kerítésen dobta át. Az üveg viszont nem törött el, ezért a megtámadott férfi visszadobta, ám az még mindig egyben maradt. Egy darabig szó szerint dobálni kezdte egymást a lángoló boros üveggel a két férfi, aminek a kettei közé álló feleség vetett véget. Ő dobta a molotov a kert hátsó részébe. Így akadályozta meg, hogy tragédia történjen. A támadó exfér ügyében most hozott ítéletet a bíróság. A Szexádi Járásbíróság közveszélyokozás büntette és zaklatás büntette miatt mondta ki bűnösnek a Dombovári vádlottat, ezért kettő év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását azonban három évi próbaidőre felfüggesztette. A bíró szerint a férfi annak ellenére is jogosan lett közveszélyokozásával megvádolva, hogy a Molotov koktéltól végül senki nem sérült meg és anyagi kár sem keletkezett. Fennállt annak a reális veszélye, hogy amennyiben felrobban, úgy a melléképületet is felgyújtotta volna az autót is, beror volna, így félő, hogy ö, súlyosabb károkat okozott volna, és személyi sérüléssel is járhatott volna. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlót és az ügyész is elfogadta.